Üdvözlet mindenkinek! A mai videó témája a blokkok lesznek, a train controlleres blokkok lesznek, ezt fogom egy picit körbejárni és megmutatni, hogy én itt a terepasztalomon miként és hogy használtam ezeket ahhoz, hogy vezérelni tudjam a különböző járműveket és az ő funkcióikat. Tartsatok velem és nézzük meg a programba, hogy néz ki ez a gyakorlatban. Beléptem Train Controllerbe, és létrehoztam egy új switchboardot, csak tényleg az alapoknak a megmutatása céljából. Ugye van egy viszonylag leegyszerűsített kis pályatervünk, ezen fogom nektek most bemutatni, hogy miként lehet blokkokat elhelyezni. Blokkok elhelyezéséhez itt fönt a menüsoron van egy ilyen kis blokk nevezetű gomb, erre, hogyha rákattintunk, természetesen szerkesztő üzemmódba, és ide rákattintunk egy adott vágányra, akkor oda fogja tenni a program az adott blokkokat. Lett is három blokkunk, ezeknek a hosszát itt a szélére kattintva jobbra-balra húzással lehet egyébként állítani, és ha a tulajdonságaikat szeretnénk megnézni, akkor egyszerűen dupla kattintással rájuk tudunk menni. A blokkokon belül rengeteg mindent be lehet állítani, itt már a general általános fülön is nagyon sok minden van. Azonban az első és legfontosabb dolog a blokkokkal kapcsolatban az, hogy hozzájuk kell rendelnünk a foglaltságérzékelőket. Ezt itt a Block Editor fülön fogjuk tudni megtenni. Ha ide rákattintunk, akkor itt látjuk, hogy ki van szürkézve ez a rész, hiszen még semmit nem adtunk hozzá. Itt a New Contact Indicator gombra rákattintva tudunk hozzáadni foglaltságérzékelőket. Rákattintottam, és most be is jött egy darab nagy blokk, de hiszen nekünk ez nem lesz elég, mert hogy a mi terepasztalunkon minden egyes blokkba, minden egyes vágányra három foglaltságérzékelő jut, ugye a két végén egy-egy stop szakasz, középen pedig a lassító szakasz. Ez azért nagyon fontos, mert a vonatok megállítását nem célszerű a számlálós módszerrel végezni train controllerbe, hanem mindenképpen ajánlott foglaltságérzékelőből többet telepíteni, és a vágány két végén, a megállítási pontokon egy-egy stop szakasz kell elhelyezni. Ennek a hossza minimálisan 10-15 cm-ben ajánlott, ennél hosszabb egyébként nyugodtan lehet, nem okoz semmilyen problémát, és arra kell figyelni, hogy a jelző előtt, ahol meg szeretnénk állítani a vonatot, legalább egy 6-8, de inkább 10 cm hosszan legyen kiszigetelve még, addig tartson maga ez a stop szakasz, hogy legyen a vonatnak, a mozdonynak elég ideje, hogy a kúszási sebességről nullára megálljon a jelző előtt. Szóval itt most hozzáadtam egy darab ilyen blokkot, és még kettőt kell hozzáadnom. Először is úgy tudjuk átméretezni ezeket a foglaltságérzékelőket, hogy egyszerűen ide összehúzzuk. Utána hozzáadunk még egyet, és még egyet, és akkor ezeket szépen ide el tudjuk rendezgetni, ugye a két végén lesz a stop szakasz, középen pedig a lassító szakasz. Igazándiból ezeknek a hosszát itt a képen teljesen mindegy, hogy mennyit adunk meg, nagyjából rá tudjunk kattintani, és látszódjon, hogy ez micsoda. Ezekhez a foglaltságérzékelőkhöz, ezekhez a kontaktindikátorokhoz úgy tudunk hozzárendelni egy fizikai foglaltságérzékelőt, hogyha kétszer rákattintunk, és itt rögtön elő is jött, hogy mire szeretnénk állítani. A Without Connection ki kell venni, ki kell választani a digitális rendszerünket, és itt meg kell adni annak a foglaltságérzékelő modulnak a címét, amit szeretnénk használni, és annak a modulnak azon kimenetének a számát, amit szeretnénk használni. Az általam használt foglaltságérzékelő modulok azok 8 bemenetesek, és a számozásuk az 60-tól kezdődik. Itt most beállítottam a 65-ös foglaltságérzékelőn az 1-es bemenetet, ez be is van itt ütve, és ugyanezt a módszert el kell végezni az összes többi kis kontaktindikátorra, az összes többi foglaltságérzékelőt hozzájuk kell rendelni. Itt egyébként magán a felvételen kétfajta opciónk van. Az egyik az az, hogy dokumentáljuk már az építéskor, hogy pontosan melyik vágány, melyik foglaltságérzékelő szakaszát, melyik kimenetre, bemenetre kötöttük a kis visszajelentő modulunkon. Én annak idején ezt csináltam, és szépen minden föl lett címkézve, egy kis táblázatba fölvezetve, hogy melyik mihez tartozik.
A másik pedig az, hogy bekötögetjük úgy, ahogy éppen esik puffan, és később utólag ismertetjük föl ezeket a programmal, mégpedig úgy, hogy leszedünk minden járművet a terepasztalról, és szépen egyesével megkerestetjük a programmal. Itt ezt úgy lehet megtenni, hogy a scan gombra nyomunk, ilyenkor az egyes címtől elkezd végigmenni az összes foglaltság érzékelő összes bemenetén, és ahol foglaltságot talál, azt akkor megadja. Ennek a módszernek az a hátránya, hogy iszonyatosan lassú és körülményes, senkinek nem ajánlom, főleg egy nagyobb pályánál. Említés szinten érdemes ezt csak itt megjegyezni. És most lépjünk is tovább, mert egy foglaltságérzékelőnek és egy blokknak az alap beállítása az nagyjából ennyi volt, szóval van egy blokkunk, és oda fölvettük a három foglaltságérzékelőnek a három bemenetét ilyen kis kontaktindikátorral. A többi dolgot viszont már nem itt fogom megmutatni, hanem magán a saját terepasztalomon, hiszen élesben sokkal egyszerűbb, sokkal látványosabbak a dolgok. Most átlépek ide a kis terepasztalomra, és itt látjuk, hogy itt az összes blokk, összes foglaltságérzékelője minden mindenhez párosítva van. Nézzük is meg, hogy hogyan néz ki, hogy állítottam be a valóságba ezeket a dolgokat. Kezdjük egy állomási vágánnyal, mondjuk itt az első vágánnyal. Itt annyit fogunk látni, hogy van 1-2-3 darab foglaltságérzékelő szakasz, mindegyikben van egy indikátor, ha rámegyünk, akkor itt láthatjuk, hogy 66-1-es, 69-1-es, 69-2-es bemenetén van az adott indikátor a foglaltságérzékelőnek. Ugye azért nem sorban vannak, mert szegmensenként külön-külön vannak kötve ezek a dolgok. Egy kisebb asztalnál, ahol nincs ennyire szétbontva az elektronika, természetesen lehet ezeket sorba kötni, és akkor szépen sorba lesznek. Na de nézzük meg, hogy itt miket találunk, milyen dolgok vannak itt még. Az első és a legfontosabb dolog az, hogy itt a General fülön van, ugye el lehet nevezni egy blokkot, én itt elneveztem ugye első állomási vágánynak. Rögtön alatta van egy ilyen, hogy Show Block Signals, ez azt fogja mutatni nekünk, hogyha bekapcsoljuk, akkor ott a két végén mutatni fogja a blokkjelzőket. Ezeket lehet használni, de én mégsem használom őket, hiszen a Digitools-nak a jelző dekódereit ugyan be lehet ezekkel állítani, viszont nem célszerű, mert ezek a blokk jelzők ilyen formában a program által annyira nem lehet jól vezérelni őket. Én minden egyes jelzőt, minden egyes blokkba külön kis jelzőként vettem föl. Másik dolog, Visible in Edit Mode Only, hát ezt se kell bepipálni, hiszen folyamatosan szeretnénk látni ezt a blokkot itt. A következő rész az a jelzők és sebességkorlátozások. Itt tudunk kérni sárga jelzést, ugye, hogyha ez a vágány ez nem egyenesbe, hanem ugye kitérőbe lehet csak megközelíteni, akkor ugye lehet rá kérni egy sárga jelzést, és akkor úgy fog a program is kalkulálni, hogy ez egy olyan vágány, ami nem egyenes irányba, hanem kitérő irányba közelíthető meg. Külön meg lehet adni a szabad jelzésnél a maximális sebességet, és a kitérőben a sárga jelzésnél a maximális sebességet. Be lehet állítani az irányokat, tehát beállíthatjuk, hogy vagy csak egyik irányba, vagy csak másik irányba legyen járható az adott blokkunk, illetve be lehet pipálni ezt a critical section-t. Critical section esetén azt kell figyelembe venni, hogy olyankor nem fog benne vonatot megállítani, minden vonatot át fog rajta haladtatni. A következő pont enable train tracking, ez arra vonatkozik, hogy ezt a blokkot is használja arra, hogy kövesse benne a vonatokat, ugye nem elsősorban azokat, amiket a train controller vezérel, hanem azokat, amiket mi kézzel vezérlünk. A legutolsó pont pedig a maximális vonathoz, ide meg lehet adni centiméterbe, hogy mi az a leghosszabb vonat, ami ide befér, jelen esetben 215 cm-es vonat ezen a blokkon kényelmesen elfér, én egy 2-3 cm-re mindig rövidebbet szoktam egyébként beállítani. A program ezt figyelembe fogja venni akkor, amikor ugye vonatokat akarunk megállítani, tehát nem fog beengedni ide olyan vonatot, ami ennél a hossznál hosszabb, illetve csak áthaladni fog akkor az adott vonat ezen a blokkon.
A következő menüpont az a Block Editor. Ugye itt vettük föl korábban a blokkba a kis kontaktindikátorokat, ugye a foglaltságérzékelőket. Ezen kívül itt nagyon sok és nagyon fontos dolgot meg lehet adni. Az elsők ezek a jól látható ilyen kis színes nyilacskák, ezekből a piros az a stop, a sárga az a fékező, és a zöld pedig a sebesség jelölő ilyen kis nyilacska. Ezekből a legfontosabb az a stop és a fékező nyilacska. A stop nyilacskát azt oda tesszük, ahol meg szeretnénk állítani a vonatot. Itt, hogyha rákattintunk itt erre a kis stop szakaszra, akkor az elejére, hogyha ide nyomunk egy ilyen kis piros stop markert, akkor oda fog tenni. Hát most volt ott egy markerünk, úgyhogy igazándiból csak rátette. Ennek az a lényege, hogy ebben az esetben, hogyha jön a vonatunk és ezt a foglaltságérzékelőt beüti, akkor azonnal egy stop parancsot fog kapni. A lassító szakasz a következő szakasz, ez a sárga színű, ugye ennek is két iránya van, nagyon fontos, hogy mind a két irányba meg kell adnunk ugye ezeket a szakaszokat, mind a stop, mind a lassító szakaszt. A lassító szakasznál ugye ott ezt a kis sárga gombot nyomjuk meg, és ebben az esetben ide betesz nekünk egy ilyen kis sárga lassító szakaszt. Ennek két tulajdonsága van, az egyik a távolság, a másik pedig a ramp, azaz a lassítási rámpa, hogy milyen hosszon érje el a mozdony az adott sebességről a kúszási sebességét. Itt érdemes egyébként kísérletezgetni, minden esetben többször, több szerelvénnyel, több összeállításban, több mozdonnyal le kell próbálgatni azt, hogy mi az a legoptimálisabb beállítás, ahol a legszebben fognak lassulni a vonataim. Itt ugye arra kell gondolni, hogy amikor a szakasz beütésre került, tehát amikor a mozdony első kereke beüti a foglaltságot, akkor onnantól kezdve 55 centit fog menni a szerelvény még a teljes sebességgel, majd utána 125 cm-es hosszon fog lelassítani a kúszási sebességére. Itt ugye figyelembe kell venni azt, hogy mondjuk ezen a vágányon 80 km-es sebességgel fog jönni a vonat, 55 centit megy, majd szépen 125 cm alatt le fog lassulni kúszási sebességre, tehát ilyen 8-10 km/h-nak megfelelő modellsebességre, és utána a kúszási sebességen fog elmenni még itt a stop szakaszig, ahol az beüti és szépen meg fog állni. Lehet ezzel játszani, lehet hosszabb rámpát megadni, lehet rövidebb rámpát megadni. Arra érdemes figyelni, hogy hosszabb rámpa megadása esetén erősen benne lesz az a bizonytalansági faktor, hogy máshogy fognak fékezni, illetve lassítani bizonyos szerelvények. Ugyanaz a mozdony is képes akár hamarabb, akár később lelassulni, attól függően, hogy milyen menetellenállású kocsikat rakunk mögé, tehát olyan nagyon hosszúra ezt nem szabad venni, mert a végén akár 5-10-15 cm eltérés is lehet majd. Ezen kívül, ami még itt látható, azok ezek a kis szürke dolgok. Ezek a szürke dolgok úgynevezett action markerek. Az action markernek az a lényege, hogy különböző akciókat lehet beállítani, szóval, hogy amikor elérte azt az adott szerelvény, akkor történni fog valami. Milyen dolgok történhetnek? Gyakorlatilag bármi. Ha rákattintunk egy ilyen action markerre, akkor itt látni fogjuk azt, hogy itt be lehet állítani neki természetesen nevét, be lehet állítani kondíciókat, amik teljesülése esetén fog bekapcsolni ez az action marker, és a legfontosabbat be lehet állítani operation-öket, hogy mit csináljon a rendszer, amikor ez az action marker ez aktiválásra kerül. Ez az action marker, amit itt látunk, ez egy ideiglenes sebességkorlátozás, 60 km/h sebességkorlátozás. Ez azért van itt, mert hogy ugye láthatjuk azt, hogy itt a váltó körzetben egyrésztről vannak karbantartó munkások, akik dolgoznak, de még fontosabb az, hogy itt a bejárati jelző környékén van két vizes zsák, ahol 60 km/h sebességkorlátozás van, ezért raktam ide be ezt a kis action markert és vele ezt a sebességkorlátozást. Ez úgy működik, hogy gyakorlatilag, ha jön a vonat, beüti ezt a stop szakaszt, és hogyha 20 centit megy még utána a
mozdony, akkor utána fog aktiválódni. Nyilván ugye lesz egy fékezési idő, és úgy van kiszámolva a dolog, hogy körülbelül pont ott a váltókörzet végénél, ahol ki van rakva a lassújel tábla, odáig fog lelassulni szépen a 60 km/h sebességre. Ha lassabban megy a vonat, akkor természetesen nem fog se felgyorsulni, se jobban lelassulni, akkor tartani fogja a sebességét. Amit még lehet ezekkel az action markerekkel csinálni, azok pedig a különböző effekteknek a kapcsolgatása. Ha rákattintunk ide az elsőre, akkor egy olyan látunk, el van nevezve, ez hangeffektek ki néven fut, és itt az operációk alatt látjuk, hogy ez kikapcsolja a kitérőn áthaladás és a csikorgás az ívbennek a hangját. Ezzel nagyon egyszerűen meg lehet azt oldani, hogy még kézi vezetés esetén is, ahogy megy körbe mondjuk egy hangos mozdony, akkor a váltókörzetbe bekapcsolnak a különböző hangok, kitérjön áthaladás és csikorgás az ívben, majd amikor kiért onnan, akkor ezeket a program automatikusan kikapcsolja. A hangeffekteknek a bekapcsolása az itt a térköz 1-esre van nálam programozva, hogyha ebbe belelépünk, akkor itt fogjuk látni, hogy nagyon sok minden megvan adva, ez a kerékcsikorgás per váltó hangok action marker lesz az, ami befele jövet, hogyha térközből jövünk ugye és az állomás fel haladunk, akkor szépen be fogja kapcsoltatni a hangos mozdonyokon a csikorgás az ívbent és a kitérőn áthaladást. Ami fontos, hogy nem biztos, hogy szeretnénk, hogyha ez mindig így menne, és mondjuk szeretnénk csöndben játszani, és nem szeretnénk, hogyha ezek a hangok bekapcsolódnának, ezért például itt conditionben meg lehet egy olyat adni, hogy van nálam egy gomb, aminek az a neve, hogy hangeffektek, hogyha az be van kapcsolva, itt van lenn a gomb, akkor ez működni fog, akkor be fog kapcsolódni ez az action marker, ha ez a gomb ki van kapcsolva, akkor pedig szépen csöndbe fognak menni továbbra is a vonatok. Ide nagyon sok mindent meg lehet adni, itt ugye vannak system operation-ok, de ami még fontosabb, itt a train operation-ok alatt, gyakorlatilag az összes felvett funkciót mi tudjuk használni, lehet használni a kürtöt, lehet használni fékhangot, lehet használni vezetőfülke világításokat, bármit gyakorlatilag, amit fölprogramoztunk a kis járművünkbe, ezeket szabadon tudjuk be és kikapcsoltatni, sőt, még arra is van lehetőségünk, hogyha itt a Trains menüpontba beállítunk bizonyos járműveket, akkor csak ezeknél a járműveknél aktiválódjanak ezek a funkciók. Tehát nagyon-nagyon-nagyon sok mindent tényleg részletesen testre tudunk ezzel a dologgal szabni. És nem csak az action markereket lehet ám testre szabni, hanem a megállítási pontokat, a fékező és a stop szakaszokat. Itt az én esetemben, ezen az első vágányon is van ilyen testre szabás, mégpedig azért, hogyha lentről jön egy rövidebb ingavonat vagy motorvonat, esetleg a háromkocsis szerelvény, akkor azt nem szeretném, hogyha egészen eljönne ide a vágány végéig, hanem szeretném megállítani rögtön itt az elején. Ezt úgy lehet elérni, hogy ide fölvettem a középső lassító szakaszra egy stop markert, és azt állítottam be neki, hogy ugye rövid vonatok stop néven fut, azt állítottam be neki, hogy ez a marker, ez csak ezekre az itt felsorolt szerelvényekre vonatkozzon, tehát azok, amik jellemzően fixen rövidek, és azt adtam meg neki, hogy a foglaltságérzékelő beütése után 10 cm-rel álljon meg a vonatnak a vége. Ezt ő ugye úgy számolja, hogy minden vonatnak nálam megvan adva az adott hossza, és amikor ugye beüti az elején, ő szépen elkezdi számolni a vonat hosszát, és amikor letelt a vonat hossza, plusz 10 cm, akkor kiadja a stop parancsot.
Itt nem baj, hogy nem annyira pontos a rendszer, itt is azért plusz-minusz 5-10 cm-eket azért el tudsz számolni, vonattól meg járműtől függően, de nagyjából az lesz az eredménye, hogy szépen ott a peron vége után egy picivel áll meg a vonatunk, nem megy el teljesen a jelzőig, hiszen ugye egy rövid vonat, és akkor ott az aluljáró lejárat mellett környékén fog az utolsó kocsi megállni, nem kell az utasoknak annyit gyalogolniuk. Természetesen ahhoz, hogy ez működjön, kell egy lassító márker is, egy lassító szakasz is, ami hamarabb lelassítja a vonatunkat, és pont ezért ide ennek a stop szakasznak az elejére tettem 0 cm-es távolságba egy 100 cm-es rámpával egy lassító szakaszt, ami nagyjából addigra lassítja le kúszó sebességre, amikor ugye itt a fékezés majd megtörténik. Egyébként egy nagyon picit még így is jellemzően szoktak kúszni, de körülbelül nagyjából jó helyen szoktak megállni a vonatok. Itt egy picit agresszívebb a rámpa, mint itt ugye a másiknál, de ez nem feltétlenül baj, hiszen nekem azért eléggé magasra vannak véve a dekódereimben a lassítási értékek, így nem kell attól félni, hogy hirtelen állnak meg a vonatok emiatt. Ha erre rámegyünk, akkor természetesen itt is látni azt, hogy ide is hozzá vannak rendelve a különböző mozdonyok és motorvonatok, ugye ez a márker ez csak rájuk fog ez esetben vonatkozni. Ami még itt a következő fülön van és érdekesség, az itt a trains fül. A trains fülön pedig azt tudjuk megadni, hogy milyen vonatok tudjanak egyáltalán ide bejönni. Tehát, hogyha van olyan szerelvényünk, mozdonyunk, amit nem szeretnénk ezen a vágányon járatni, akkor azt föl tudjuk venni. Itt fordítottan működik a dolog. Ha üres ez a rublika, akkor mindenki mehet. Ha viszont elkezdek bepakolni ide járműveket, akkor ő úgy fogja venni, hogy csak ezek a járművek jöhetnek ide be. Tehát ide praktikusan mindent hozzá kell adni, kivéve azt, amit nem szeretnénk, hogyha erre a vágányra tévedne. De mivel ezen a vágányon minden mehet, ezért nálam ez teljesen üres, illetve itt jobb oldalt tudunk neki vonatcsoportokat is hozzáadni, és akkor nem kell egyesével hozzáadogatni. Mivel ugye tudunk csinálni akár egy olyan motorvonatos vonatcsoport, mávos mozdonyok, gyesebb mozdonyok, akkor ezeket itt hozzá lehet adni. Van még a kommentfülünk, illetve a kondíciófülünk, ezeket én igazániból annyira jelenleg nem használom még. Ezek a beállítások azok, amik nálam úgy nagyjából működnek, még azért megmutatok pár érdekességet, hogy mik vannak beállítva itt bizonyos blokkokon. Beszéltem arról, hogy lehet sárgát kérni. Itt ez az ötödik vágány egy olyan vágány, ami ugye kitérőbe kell ide bejárni, és ide be is van pipálva az, hogy request yellow. Megvan adva a csökkentett sebességhez való érték, ugye 40 km/h, és gyakorlatilag innentől kezdve, ugye, hogyha ide jön vonat, ide állítódik vágányút, akkor az 40-nel fog bejárni. A másik érdekesség, ugye be lehet állítani ezt a critical section-t, ezt én per pillanat nem használom, mert nincs szükség rá, viszont olyan esetekben, hogyha valakinél van olyan szakasz, ahol semmiképpen nem szeretnénk, hogyha megállna egy vonat, akár azért, mert az egy rövid szakasz, ahol ugye nem tud úgy megállni a vonat, hogy mondjuk ne lógjon rá a váltókörzetre, vagy ne lógjon bele másik szakaszba, ott meg lehet ezt adni, illetve forgalomszabályzási okból is, ugye, amikor készítünk egy hurokvágányos, akár rejtett tárolót, akár másik jellegű kis visszafordítót, ott szokták alkalmazni ezt a critical section, például magában a hurokban annak egy ilyen critical sectionnek kell lennie, hogy ott semmiképpen ne állomáshozzon, ne álljon meg vonat, és ne akassza meg a forgalmat. Ha ezt bekapcsoljuk, akkor annyit fogunk látni, hogy itt egy ilyen kis kék vonal megjelenik az adott blokkunkba, és ezzel jelzi a program, hogy ezen a blokkon ezen csak áthaladni fognak a vonatok. Van még egy ilyen kis markerünk nekünk, ez a zöld speed marker, ugye ebből is jobbra-balra tudunk adogatni dolgokat. Ennek pedig az a lényege, hogy a következő blokkra érvényes sebességet azt mikortól kezdje el alkalmazni. Ugye normál esetben, hogyha ez nincs, akkor általában a lassító szakaszt veszi alapul a program, tehát itt jön, beüti a lassító szakaszt, megy 60 centit, majd egy 145-ös rámpán fog lelassítani, mondjuk abban az esetben, hogyha kitérőbe járunk 40 km/h sebességre.
Viszont ugye ez nem minden esetben szükséges, ugye jellemzően ugye 60-nal, 80-nal jönnek itt nálam föl a vonatok, nem kell egy ilyen hosszú rámpa, ezért én egy picit megcseréltem a dolgokat, és ide én azt adtam meg erre a kis sebesség szakaszra, hogy egy 100 centit jöjjön, és 75 alatt bőven elég, hogyha lelassít 60-ról, 80-ról, ugye 40 km/h sebességre jobban néz ki egy picit, illetve gyorsítja is a játékot, hiszen ugye rövidebb távon lassul le a szerelvényünk. Ami még egyébként szerintem fontos, és főleg azoknál a szakaszoknál látványos, mint például ez a térköz 1 vagy térköz 2, ami egy nyílt vonali szakasz, aminek ugye az egyik vége az állomás bejárati jelzője, hogy magát ezt a lassító szakaszt, ezt nem kell nagyon kicentizni, hiszen ugye, hogyha tilos jelzés kap a vonatunk, akkor az a valóságban se úgy működik, hogy a jelző előtt kopra 5-10 méterre áll meg a vonat, ugye a pályasebességről, hanem jellemzően ugye ilyenkor az történik, hogy amikor beér a térközbe, ott már viszonylag hamar megkezdi a fékezést, és szépen csurogva, akár a jelző előtt 100-150 méterrel már ugye csurogva 15 km/h alatti sebességgel fog a jelzőhöz érni. Így ezért én is úgy adtam meg, hogy a lassító szakasz az nagyjából egy ilyen, hát egy 35-45 cm-rel a bejárati jelző előtt már véget ér, és onnantól kezdve a szerelvények a tilos jelzőre szépen csurgásban érnek föl, míg ugye az állomáson azért egy kicsit szorosabbra vannak véve a dolgok, ott nem csurognak annyit, ott szépen megállnak a jelző előtt. Egyébként ezeket is ugye lehet arra állogatni, hogy például az állomáson, hogyha szabad a kijárati jelző, akkor szépen megáll a vonatunk, és szépen elmegy a végéig, és nagyot fékez, illetve hogyha tilos a kijárati jelző, akkor ott is lehet hasonlót alkalmazni, hogy ilyen kis csurgósan érjen oda be. Ugye meg lehet nézni a nagyvasúton ezek a dolgok, hogy működnek, és akkor ahhoz lehet egy picit igazítani. Nekem egyébként kifejezetten tetszik az itt a nyílt vonalon, hogy amikor jön lentről fölfele egy vonat az állomásra, és tilos a bejárati jelző, mert még mondjuk itt az állomáson még nem halad ki az a vonat, ami felszabadítaná magát a blokkot, akkor úgy érkezik ez a vonatunk, hogy szépen csurog a vörös bejárati jelzőre, és közben, hogyha kiért a másik vonat és felszabadul vágány, akkor szabadra vált a jelző, és szépen tovább indul, még csurgásból tovább indul a szerelvényünk befele az állomásra. Szóval nagyon jó kis módszerek vannak arra, hogy tényleg valósághűbbé, élethűbbé tehetjük a kis játékunkat, a kis vasútforgalmi szimulációnkat ezekkel a dolgokkal. Röviden és tömören ennyi lett volna. Ez tényleg egy átfogóbb, általánosabb ismertetése volt így a blokkoknak. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!